Talán még sosem égett le ennyire a házelnök botrányt okozott Kövér László házelnök látogatása a svájci parlamentben. Egy svájci lap szerint, amikor a magyar nemzetgyűlés megérkezett, és a parlament szociáldemokrata elnöke, Mörinö Carobbi August Cetti üdvözölte volna Kövért. A teljes szociáldemokrata frakció és a zöldek is kivonultak az ülésteremből, elmondásuk szerint így akartak tiltakozni a magyar kormány vállalhatatlan politikája ellen. A szociáldemokraták frakció vezetőjét állítása szerint meglepték az események, képviselőtársai akcióját spontánnak minősítette. A zöldek is megerősítették, hogy állítólag nem volt előre egyeztetés, egyszerűen csak kivonultak, mert így akarták kifejezni egyet nem értésüket Orbán emberellenes, illiberális politikájával.